Január 1-ével újabb változás áll be a dombovári idősellátás rendszerében. Bár 2020-ban már a Máltai Szeretett Szolgálat gondozásában folyt a tevékenység, a kiszállítást nem ők szervezték és bonyolították. Sok esetben megtörtént, hogy az ellátottak csak a kora délutáni órákban jutottak az ebédjükhöz. Ezen a helyzeten változtat a most meghozott döntés. Megnövekedett igény mentén fel kellett mérnünk annak a lehetőséget, hogy hogy tudjunk tovább lépni. Nyilván megengedhetetlen volt, hogy 11 és 3 közt kapták meg a dombovári idős emberek az ebédet, ezért a fejlesztést, ami ezt igényelt volna, úgy döntöttünk, hogy nem mi fogjuk elkövetni, hanem az, aki egyébként is előállítja ezt az ebédet. Ebből adódóan január 1-től két körbe fogják kiordani az ebédet, ami szerint, hogy 11 és 13 óra közt meg fogja mindenki kapni. Az éthordóban való kiszállítás a járványügyi helyzet miatt nem lehetséges, hiszen ezek tisztántartása és a követelmények szerinti fertőtlenítése nem megoldható. Ők most egy olyan technológiát vezetnek be, illetve ahhoz vásároltak eszközöket, hogy olyan ételszállító dobozokban fog történni a kiszállítás, amelynek fóliázzák a tetejét, és újra hasznosítható műanyagban fogják ezt elkövetni. Remélem, hogy februárban nagyon pozitív visszajelzéseket fogunk kapni, hogy érdemes volt ezt a döntést meghozni, még úgy is, hogy az önkormányzatnak ezért jövő évre 5 millió forint fedezetet kellett biztosítani. A jövőben ezzel a vitaminnal óvják a dombovári gyerekek egészségét. A Hungarikum díjat kitüntetett Rákóczi túrost kitaláló cukrász Gábor Sándor ezúttal olyan édességet fejlesztett ki, mely 1000 nemzetközi egység D-vitamin tartalmaz. Az önkormányzat döntése szerint a készítményt minden kisgyermek ingyen megkapja az óvodában és az iskolákban. Az ötlet egyébként több mint 10 évvel ezelőtt született Gábor Sándor mester cukrásztól, hogy egy olyan csokoládé termék készüljön, ami D-vitamint tartalmaz. Ennek az aktualitása most sajnos a pandémia miatt felerősödött, és úgy néz ki, hogy most meg fog valósulni legalábbis dombovári szinten. Minden gyerek egy ilyen doboz csokoládé pasztillát kap, amiben D-vitamin van, ez egy hónapra elegendő, és ugye azt tudjuk, hogy a D-vitamin termelése a napsütés hatására is történik a szervezetben, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a kevésbé napsütéses hónapokban, tehát november 15-től március 15-ig minden gyerek minden nap fog kapni egy ilyen csokoládét. A kisebbek azok desszertként fogják megkapni az étkezések után, ahol a pedagógusok ebben segítenek, a nagyobbak pedig minden hónapra kapnak egy dobozzal, és hát maguk fogják ezt fogyasztani, illetve hát maguknak adagolni. Egyébként a termék nagyon finom, 60%-os csokoládébe van a D-vitamin csomagolva, tehát kifejezetten ízletes. Fontos még megemlíteni, hogy mindenféle hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik a termék, föl is van tüntetve rajta, valamint az, hogy ilyen allergén anyagokat nem tartalmaz, mint például laktóz, vagy ilyesmi. A város központjában lévő szállásritító közkedvelt pihenőhelye a helyieknek. Csak hogy mint kiderült, csupán fizikailag létezik. Amikor kértük volna meghosszabbítását az üzemeltetésének, kiderült, hogy ez a tó nem létezik. Kórház építése mentén valamikor már idestóval több mint 5 évtizede keletkezett ez a víztározó, aminek létesítési engedélye soha nem volt. Tavaly úgy döntött a képviselőtestület, hogy fennmaradási engedélyt kérünk, megterveztettük ezt a tavat, 2021 áprilisában megkaptuk a fennmaradási engedélyt, illetve hát ugye nyilván most mondhatnám egy létesítését az 51. évben, de utolértük magunkat, jelzem, és megkaptuk az üzemeltetési engedélyt is, tehát vízi üzemeltetési engedélyt ér ez a tó. Ennek a hasznosításának többször nekifutottak már az elmúlt 30 évben, ugyan, mint ahogy említettem, már egyébként nem volt, de fizikailag létezett, ezért egy fiatal vállalkozó lát ebbe perspektívát, és 10 éves időtartamra kivérli ezt a tavat, és annak a felújítását, illetve a partfalnak a felújítását el fogja végezni, nyilván a bérleti díjnak a fejében. Az önkormányzat pedig rekreációs és családi parkot tervez a tó köré, műanyag futópályával, játszótérrel és megfelelő közvilágítás kiépítésével.